Sziasztok! Miklósi Csák Aliz vagyok, és újra jelentkezem a Daer Gastro MC főzőpultomból. De ma pedig egy nem túl laktató, de annál könnyebb ételt fogok nektek megmutatni, mégpedig a kolbászos, jútúrós, tejfölös puliszkát, amit jól meg lehet szórni sajttal és hagymával a tetején. Teszem ezt abszolút a nyomásra, ugyanis hétvégén egy rendezvényre, a Swimatonra vittem egy hatalmas nagy tál puliszkát, és olyan sikere lett, hogy többen is kérték a receptét, sőt, este felé egy férfi be is jelölt ismerősnek, de csak azért, hogy küldjem el neki, és forvaldoljam neki a puliszka receptet. Jó, oké, értek a szóból, tudom, hogy hol a helyem, mi a feladatom, akkor én most elkészítem ezt a puliszkát, és tényleg lehet forvaldolni a receptet. A puliszka eredete szerint román étel, és mesélik a Miorice legendákban, hogy a román pásztorok este, amikor lejöttek a hegyről, ettek egy nagy adag teljes puliszkát, és aztán gyorsan lefeküdtek aludni, mert egy óra múlva olyan éhség kapta el őket a gyorsan lebomló puliszkától, hogy kénytelenek voltak átmenni a szomszédba kolbászt lopni. Na hát az én puliszkám az nem lesz szegény puliszka. Jó gazdagom, jútúrósan, tejfölösen, sajtosan, kolbásszal, hagymával, de lehet vegetáriánus vonalat is választani, lehet rátenni zöldségeket, karfiolt, padlizsánt, mindenféle magokat is lehet rászólni. Tehát el lehet vinni egészen az új hullámos vonalig. A kukoricadara az gluténmentes, és meg lehet ezt el lehet készíteni glutén és tejmentesen is. De ez most egy ilyen jó gazdag Alice-féle puliszka lesz. És akkor kezdjük a hozzávalókkal. Egy fél kiló kukoricadara, ezt minden állami boltban lehet kapni, ezt a sárga zacskóban. 4 deci víz, só, jútúró, kolbász, doboz tejföl, reszelt sajt és zöld hagyma. És akkor kezdjük el, oda tesszük a vizet forni. Ígérem, nagyon-nagyon könnyű lesz ez a recept. Kökösülé, kökösülé. Oda teszedünk a vizet forni, és teszünk bele sót. Kis kanál sót. Storin stojadin, mama riga branzali. Ez szól közben, ami magyarul annyit jelent, hogy túrós puliszka. Tehát forr a vízünk, köszöle, és közben pedig ügyesen bemelegítjük a sütőt. Én olyan 200-ra szoktam tenni. Ez tényleg sütőtől függ. Felénk Nagy Károlyban azt szokták mondani a házi asszonyok. Hát mit tudom én? Attól függ, hogy süt a lered. Nekem 200-on jól süt. Tehát előmelegítjük a sütőt, közben forra vízünk, és amikor megforrt a víz, akkor megfogjuk ezt a fél kiló kukoricadarát, és szépen elkezdjük beleszórni. Közben kavargatjuk óvatosan, nehogy göbös legyen, mert megmondom őszintén, imádom a göbös puliszkát. Tehát a tökéletlenségnek abban van az ereje, a lélek ereje. De a profi puliszka az mindenképpen olyan, hogy nem lehet göbös. Főzzük. És azt ti meg fogjátok látni, hogy mikor kezd teljesen főni, ugyanis ilyen kis levegő pukkanások lesznek. Onnan fogják érezni, hogy már jó a puliszka. Ez egy ilyen, most mit mondjak, milyen állaga, egy ilyen jó tej, berizs állaga legyen, kemény legyen. És amikor elkészült, akkor előveszünk egy torta formát. Igen, veszem is minden alulról egy tortaformát, és a megfőtt kukoricadara puliszkának a felét beleöntjük a formába,
És ezt akkor utána elkezdjük rétegezni. Jutúró, tejfő, kolbász, kis finom hagyma, zöld hagyma. Erre aztán rátesszük a következő adagot is, a másik felét is a kukoricadarának. Azt megint rétegezzük. Jutúró, tejfő, kolbász, zöld hagyma, és azt aztán a végén megszórjuk, hogy ez jól süljön rá a reszelt sajt. Ezt aztán betesszük a sütőbe. Igen. És olyan 10 percig hagyjuk sütni, és közben pedig lehet hallgatni a Mama Liga Brenzalét. Jó étvágyat nektek! Sziasztok! Ay, mosa, madre.